Én is örülök, hogy ennyien eljöttek, üdvözlöm Önöket, illetve titeket. Szeretném megköszönni az LMP-nek és a Momentum helyi szervezetének a szervezést, és hogy meghívtunk Veri Krisztiánt meg, illetve engem, hogy moderáljon. És valahol ott venném fel a fonalat, ahol ti is abba hagytátok, hogy mi értelme van egyáltalán erről ma beszélni, mint aktuál politikai kérdés tőlünk. Sokszor megkérdezik, hogy jó, ezt 30 éve meg lehetett volna csinálni, vagy most 28 éve, de ezt akkor kellett volna, aminek bolygassuk a múltat. Ezek az emberek beilleszkedtek, akik mondjuk ügynökök voltak, valami történelmi érdekesség van ebben még, de hogy aktuál politikai kérdést ebből nem lenne szabad csinálni. Tehát rögtön ezzel is kezdeném, hogy van értelme ezzel foglalkozni, mint aktuál politikai kérdés? Hát a messze menőkig van, tehát ezek az állítások, ezek nagyon sok ponton támadhatóak, de kezdjük ott a dolognak a nem az elvi, hanem a gyakorlati részénél. A gyakorlati része az, hogy ezt az ügynök ügyet, ez zsarolási adatbankként használta a magyar politika 1989-től napjainkig, és a zsarolás, mint politikai eszköz, azt gondolom, hogy hosszú és rövid távon egyaránt bomlasztja a társadalmat, és rombolja ezt az országot. Tehát a jövőnket rombolja szét, hogyha arra építenek fel egy politikai rendszert, hogy annak egyes tagjai zsarolhatóak. Az igaz, hogy a zsarolható egyedek száma az folyamatosan csökken biológiai okokból, és valószínűleg, sőt biztosnak tartom, hogy ma a magyar politikában gazdasági kérdésekkel sokkal több embert lehet zsarolni, vagy egy jó kis közbeszerzés ügyével, mint az ügynök múlttal. Ettől azonban ez az egész továbbra is egy létező probléma, még ha kevesebbeket is érint, ráadásul egy zsaroláson túl azt gondolom, hogy elvi probléma is. Nevezetesen nekem különösen fájó, hogy se az egyház, se a magyar jobboldali értelmiség ezzel az egészen nem tudott szembenézni. Azért fájó, hogy én alapvetően jobboldali szavazó vagyok, és szeretnék olyan jobboldali pártra szavazni, de mint hívő keresztény, különösen méltente annak vagy rossznak tartom azt, hogy az egyház saját múltjával nem néz ezekbe az ügyekbe szembe. Tehát, hogy azt szeretnénk, hogy itt legyen Magyarországon olyan jobboldal, amelyik szalonképes, amelyik bármilyen nyugat-európai jobb oldalhoz kapcsolódni tud, akkor annak először a saját házatáján kell majd söpörni, és semmiféle felmentést nem lehet azzal kapni, hogy de a másik az hogy volt, hogy a Gyurcsány így volt, hogy a kommunisták milyenek voltak. Tehát ezekkel a dolgokkal szerintem szembe kell nézni, az egy felszabadító hatású dolog. Ráadásul ennek a diskurzusnak, ennek az egész ügynök diskurzusnak sose az volt a tárgya, hogy az, aki valamilyen formában érintett, az mindenből ki legyen zárva az élete végéig. Sőt, tovább megyek, az ügyben megszólaló politikusok közül én egyébként nem is ismerek ilyet. Lehet, hogy találunk, most már nagyon keresünk, de komolyan vehető politikus sosem mondott ilyet, hogy ezeket mind ki kéne zárni. Egyébként volna élve mellett, és nem csupán arról volt mindig szó, hogy meg lehessen ismerni. Tehát nem a szankcionálásról beszélünk, hanem a megismerésről, hogy önök, mint szavazók, aztán tudjanak dönteni, hogy ezen információk fényében mit csinálnak. Megjegyzem, különösebb félnivalója senkinek sincs, hiszen Szita Károlyt ugye újra választották, egyre nagyobb többségekkel pedig kiderült az ügynök múltja, Megyesi Péter nem ebbe bukott bele, sőt még népszerűbb is volt. Tehát számtalan példa van arra, hogy ez nem okozott egy olyan elképesztő törést az illető karrierjében. Más kérdés, hogy azt gondolom, hogy egy főpapnak, vagy pedig egy kereszténydemokrata politikusnak, aki minden nap antikommunizmusával kérkedik, azért nyilván volna egy kicsit kínosabb helyzete, hogyha róla derülne ez ki, és előbb-utóbb nyilván ki is fog. De az a mi felelősségünk, hogy ez méltányos módon történjen. Tehát, hogy mindenki ugyanolyan joggal juthasson hozzá az információhoz.
és ne legyen az, hogy zsarolási adatbankként használják. Tehát ez a válaszom arra, hogy miért fontos ez most ugyanannyira, mint mondjuk 1990-ben, vagy majdnem ugyanannyira, és megértve azt, hogy 1990-ben ezt nehéz lett volna megoldani, tényleg sok érintettje volt ennek, azok aszimmetrikusan helyezkedtek el a politikai mezőben. Most azonban már ennek a történetnek nincs annyira sok érintettje, és a kérdés alapvetően erkölcsileg szükséges szerintem. Jó. Csak egy közbevetés, hogy lehet hátul is hallani minket, mert ha nem, akkor jó. Akkor jó hangerőn beszélünk. Lehet azt mondani, hogy egy ügynök az jó volt. Sokszor fölmerül az, hogy valakit beszerveztek, de ő valójában a magyar nemzeti érdekeket képviselte, ő valójában kizárólag Magyarország érdekeit képviselte, és nem például szovjet érdekeket, vagy nem csinált semmi erkölcsileg elítélhetőt. Egyáltalán kijelenthető az, hogy akit beszerveztek, az általában egy bűnös ember, vagy minden alkalommal meg kell az egyedi eseteket vizsgálni, vagy hol lehet ez, lehet egy határt meghúzni annál, hogy valaki, ha már ezt csinálta, akkor biztos, hogy legalább morális szinten bűnt követett el, vagy nincs is ilyen határ, minden esetet egyedileg kell megvizsgálni. Először is keresztény emberként pontosan tudom, hogy minden ember bűnös, és ez nem egy elvi kijelentés, hanem az emberi gyengességgel és csalódossággal az a saját életemben is bőven eleget találkozom. Tehát már úgy, hogy én követem el. Nekem nem ez a kérdés, hogy ki volt ügynök, vagy ki nem volt, hanem mit tett ezzel a helyzettel. De hogy egy konkrét példát mondjak, itt van Nagy Imre. Nagy Imre, akinek szobrai vannak Magyarországon, és akit mégiscsak valahol nemzeti hősként tisztelünk azért, mert 58-ban nem tagadta meg a forradalmat, hanem önként választotta igazából a halált, ugyanis hogyha sírt volna és megbánást tanúsít, akkor a többi vádlottal együtt őt nem végezték volna ki. Mint hogy mindenki, aki sírt, az túlélte, aki meg nem sírt és keménykedett, azt felakasztották. Nagy Imre ugye titkos ügynök volt Moszkvában a 30-as években. És legjobban az ő példája mutatja azt, hogy ez az ügynöki múlttal mennyire vissza tudott élni a politika, és mutatja talán ezeket az erkölcsi kérdéseket, és hogy most akkor minek tartsuk Nagy Imrét, és hogy lehet-e itt pausál döntéseket hozni. A magyar kommunista mozgalomból, akik Moszkvába mentek, azoknak ugye köztudomásúan kisebb túlélési esélyük volt, mint ha itt maradtak volna. Ez már önmagában egy eléggé furcsa helyzet, mert hogy a 20 legfontosabb emberből, aki a Társköztársaság alatt vezető volt, 13-at végeztek ki, ketten haltak meg természetes halállal, és akiket nem végeztek ki és nem haltak meg természetes halállal, azokat beszervezték, illetve azokat is beszervezték szerintem, akiket kivégeztek csak korábban. Tehát ha valaki kommunistaként Moszkvában volt, eléggé nehezen kerülhette meg azt, hogy őt beszervezzék bizonyos csoportokba, bizonyos funkciókba. Így a Nagy Imre se tudott erre nemet mondani. Az a kérdés, mit csinált ezzel a helyzettel? 1989-ben, amikor először, pontosabban amikor másodszor volt aktuális Nagy Imre lejáratása, és pedig az akkori MSZMP részéről, hiszen valahogy úgymond dehumanizálni kellett azt a személyt, aki köré az új ellenzék akkor összezárt, akkor igényeltek egy dezinformációs anyagot Moszkvából, nevezetesen a Nagy Imre dossziét, amit nem kaptak meg, mert hogy mivel Nagy Imre ugyan ügynök volt, de ezt az ügynöki szerepet ezt nem igazán örömmel vitte, próbált kibújni belőle ott, ahol tudott, és aztán a dolgnak valahogy vége is lett. Tehát nem volt igazából érdemi tevékenység, amit rá lehetett volna húzni, ezért mindenféle máshonnan összeollózott áldokumentumokat adtak át, amiben az volt, hogy ő 200 valány embert jelentett fel. De ez nem Nagy Imre saját kezüleg jelentése volt, nem is egy korabeli összefoglaló, hanem egy átirat, ami később készült. Szerencsére 1989-ben erre a magyar társadalom nem volt annyira vevő. Eltelt
több mint 20 év, 30 lassan, ez a dolog megint aktuális lett érdekes módon, olyan mértékben, tegnap előtt voltam ennek fültanulja, amikor megkérdeztem az orosz követség egyik munkatársát egy más kontextusban, hogy a levéltári anyagok átadása mégis milyen jót tenne a egyébként is bimbózó orosz-magyar barátkozásnak, hogy hát ők átadták volna már a Nagy Imre dossziét, de a magyar kormány az nem kéri. És nyilvánvaló miért nem kéri, mert ha kérné, akkor az derül neki, hogy igen, ezt az embert beszervezték. Ügynök volt. Kövezzük meg, úgymond. De akkor el lehetne olvasni azt is, hogy mit csinált ezzel a helyzettel, és akkor szembesülne mindenki azzal, amit most én csak hipotézisként tudok megfogalmazni azon adatok alapján, amit Nagy Imre személyiségéről egyébként ismerek, hogy ő ezt nem szívesen csinálta, ahol tehetett, kibújt belőle, és próbált minél kevesebb ember beáztatni. Bűnös volt? Bűnös volt. Ettől érvénytelen lett az, hogy feláldozta később az életét? Vagy érvénytelen lett az, hogy azt mondta, hogy csapataink harcban állnak? Szerintem nem lett érvénytelen. Valójában a történelmi hősök nem fekete-fehér figurák, hanem megrendítő, esendő emberek. Tehát ez derül ebből szerintem ki, és az összes ügynök ügy ilyen, ezt tudnám mutatni majd az a két kartonnal, de majd később is rátérhetünk erre. Mindegyiket külön-külön kell vizsgálni, ugyanis az ügynök lét végülis mire bizonyíték? Önmagában az, hogy valakit beszerveztek. Az arra bizonyíték, hogy ő egyszer egy szituációban egy tartótisztnek igent mondott, és egy beszervezési nyilatkozatot aláírt. Ennyire és többre nem is. Akkor mondok még egy példát, elnézést, hogyha túl sokat fecsegek, de mert annyira szórakoztató és számhoz közel álló, ugye ez a Tordján József esete. Én nem vagyok Tordján József lelkes politikai támogatója, tehát nagyon szórakoztatónak és vicces jelenségnek tartottam, és ilyen szempontból szinte hiányolom is. De amikor az állambiztonsági anyagait olvastam, akkor tényleg meg voltam rendülve, és a következő történik. Tordján József 1957-ben frissen végzett jogi diplomás, aki házasság előtt áll, és valamilyen 56-os ügyre hivatkozva őt becitálják a rendőrségre, ahol megpróbálják beszervezni. Ő először igent mond, aláír, majd ott a helyszínen felkapja az aláírt papírt és összetépi, és elkezdi fejtegetni, hogy ő ezt nem tudja csinálni, mert hogy ez egyébként is a kommunisták dolga lenne, ő nem kommunista, és hogy jobb lenne, ha több pártrendszer volna, és hogy tehát mindenféle olyan dolgot mond, ami teljesen elképesztő volt abban a helyzetben. Gondoljuk meg, mint egy fiatal ember van karrierje kezdetén, és ő nem tudhatja, hogy esetleg nem kap-e mondjuk egy 6 hónap internálást, mint több tízezer másik magyar társa. Tordján Józsefről tényleg van egy karton, ki van állítva, egy szatmári. Ha valaki csak ezt a kartont lobogtatja, mint ahogy Antal József is tette, akkor úgymond Tordján Józsefet diszkreditálni lehet. De ha megnézi az egész mögött álló tényanyagot, hogy hogy zajlik a beszervezés, aztán még háromszor találkozik vele a tartótiszt, mind a háromszor neki futnak arra, hogy Tordján elvtárs. Csak hogyha tényleg ellenséges jelenségeket tapasztal körében. Mi nem azt szeretnénk, hogy a barátait jelentse fel, de hogyha valaki tényleg kém, meg fegyveres ellenforradalmat, önnek is meg kell értenie, hogy ma országunkat veszélyezteti az, hogyha egy fegyveres felkerül, garázdálkodnak és lőnek le embereket, ilyeneket mondjon el nekünk. Persze azt elmondom, mert egyébként is állampolgári kötelességem, és akkor tehát ilyen húzavona zajlik, a végén Tordján Józsefet kizárják. Ez az ember élete legbátrabb tettét követte talán el ott abban a helyzetben, és igen méltánytalan volt az, hogy később, 1990 után őt ezzel a borítékügyel megzsarolták, annál is inkább, mert akkor még, ugye az volt az egészen aljas a történetben, hogy volt a karton, és voltak a dossziék. A dossziék az nem fért hozzá senki, és ezt nem is adták volna oda senkinek akkor, hanem csak a karton. És a kartonon ez a történet nem volt rajta, csak az, hogy ő egyszer egy bizonyos időpontban igent mondott is alá. Az ő később széttépte, és a később, az 5 perccel később volt. Tehát
ezek a kis példák bizonyítják, hogy önmagában csak az az állítás, hogy valaki ügynök volt, az nem igazán könnyen kezelhető. Tehát most valakire azt mondom, hogy fideszes volt. Tudom, hogy aljas hasonlítás ez, hiszen fideszesnek lenni nem bűn, ezzel szemben ügynöknek lenni bűn, bár erkölcsileg felvett kérdéseket számomra. De nekem vannak fideszes barátaim egyébként. Meg kell nézni az egész embert, hogy mit csinál ezzel a helyzettel, és ebből a helyzetből közbeszerzést nyer, hazudik, lopcsal, vagy pedig valami miatt ezt hiszi, hogy ez a üdvözülés útja, és akkor ezek más minőségek, és szerintem ezt figyelembe kell venni az ilyen ügyeknél. Szerintem most át is térhetünk arra, amit már így beleadunk. Jöjjön az első karton, azt szeretném egy picit lekicsinyíteni. Amit szeretnék röviden elmondani, tudom, hogy nem fog jól látszani a karton, de már az is elég, ha én látom, ugyanis annak alapján el tudom mondani önöknek a lényeges különbségeket. Úgy kellene lekicsinteni, mind a két oldalt lássa. Igen. Így önök most semmit se látnak, de elmondom, hogy mit láthatnának. És utána mindenki megnézheti majd kinagyítva. Azért gondoltam, hogy két ügynök kartonon mutatom be azt a minőségi különbséget, ami ügynök és ügynök között van, mert itt talán az egész érthető. Az annál is inkább, mert szerintem ez most is pont ugyanúgy néz. Tehát a nyilvántartás, tehát a világ második legősibb mestersége, amit beszélünk, szerep a fogalmaink és az eszközrendszere nem sokat változott az utóbbi időben, ma sincs ez másképp. Szerencsére csak egy hipotézisnek, ha tényleges tudásom lehetne, akkor én most államtitkot állottam volna el, és az életemről többeszednának. A lényeg az, hogy egy ilyen ügynök kartonon, amit mindig elvileg a média használt arra, hogy valakiről valamit bizonyítson, rajta van az illető neve, a fedő neve, a beszervezés alapja, de a lényeg, amikor arra, hogy tudjuk, hogy mégis mit csinál, ilyen jelentőség voltak, az nem derül. Az kiderülhetne, mondjuk, hogy milyen sokáig van a rendszerben, és azért az egy információ. Tehát ha valaki mondjuk 10 éven keresztül van a rendszerben, akkor nyilvánvalóan kellett valamit csinálni, amikor ha fél évig van, vagy egy évig, akkor nyilvánvalóan sokkal kevesebb. Az egyik fontos adat, ami rajta lehet, itt vannak a iktatott dosszié számok. Az ügynökkartonok egy részén semmiféle bejegyzés se szerepel, más részén pedig az van, mondjuk, hogy van neki két kötet beszervezési dossziéje és három kötet mondjuk a dossziéje. Ez azt jelenti, hogy kötetenként legalább 300 oldalt hozott össze ezekben a műfajokban, tehát kellett, hogy legyen érdemi munka. Magyarán, hogyha az van egy ilyen kartonon, hogy az illető be van szervezve és van iktatott anyaga, akkor is, hogy ez az iktatott anyag megsemmisült, azt biztosra kell vennünk, hogy ez az ember ez folyamatosan és szorgosan dolgozott. Persze, hogy pontosan mit jelentett, arról nem tudunk még egykor se sem. Elég sok olyan eset van, amikor van valaki egy ügynökkarton, de nem nagyon van iktatott anyag, és az illető viszonylag sokáig van a rendszerben. Számos ilyen esettel találkoztam, és nyilván mindenük érintett, amikor megkérdezték, hogy mégiscsak akkor, ön akkor nem csinál semmit, persze boldogan mondja azt, hogy igen, én nem csináltam semmit, de én ezt esetleg nagy részében is hiszem neki, és pedig a belügyminisztérium szervezetét ismerve, nevezetesen elég sokszor volt úgy, hogy embereket ügynökén nyilván tartottak, rájuk pénzt számoltak el, találkozgattak velük, de ami az egész kapcsolatnak értelmes hozadéka nagyon nem volt, nem zárták ki azért, mert statisztikailag az nem mutatott volna jól. De ezt nem lehetett csinálni 10 éven keresztül. Tehát, hogyha valaki egy éven keresztül semmit sem produkált, az már veszélyes volt a tartótisztnek, és a tartótiszteket is rendszeresen ellenőrizték.
és ebből adódott, hogy az ügynökök fluktuációja az indaklan nagy volt egy évben, az ügynökök 20%-át zárták ki a rendszerből. Egy átlag ügynök a második beszervezési találkozóra már el sem ment. Hogy voltak, akik nagyon stabil gárdái voltak ennek a történetnek, de a tömeg az nagyon-nagyon fluktuál. És ebből adódóan van potenciálisan 1945 és 1989 között 200 ezer ilyen karton elvileg, gyakorlatilag csak 60 ezer, mert az nem mindegyik együtt a levéltárban. Érdemi működést a kartonok jelentős része mögött nem fogunk találni. Ami nagyon sokat mondó és érdekes még, nem csak az, hogy van-e iktatott anyag vagy nincs, megjegyzem, iktatott anyag csak akkor keletkezik, ha betelik az első kötet. Pontosan, ha keletkezik 300 lap, akkor kérni kell külön iktató számot, és akkor rávezetik az iktató számot. Ha mondjuk az illetőt 1985-ben szervezik be, és 85-től 90-ig jelentett ugyan, de nem jött össze még a 300 oldal, hanem csak 290, akkor a rendszerváltáskor neki még nem volt iktatott anyaga, de ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozott. Egy másik fontos mérő száma annak, hogy az illető csinált-e valamit vagy sem, az itt ez a legalsó táblázat, ahol az van, hogy az operatív anyagait kinek adják át. Ez azért érdekes, mert van olyan, hogy egy tartótiszt beszervez valakit, és akkor felveszi mondjuk a kávépénzt, meg találkoznak, de nem csinálnak semmit. De abban a pillanatban, amikor az operatív anyagot másnak is át kell adni, akkor ez már nem fog működni. Tehát a BM-et nem lehet úgy beállítani, hogy mindenki folyamatosan a rendszert csapta be. Lebukott volna az, aki egy nem foglalkoztatott ügynököt talált, azt akkor később ki kell volna zárni. Ezen a kartonon itt azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sor is van, egy csomó szorát adták. Ebből adódóan teljesen nyilvánvaló, hogy ez a személyrendszerben volt, és azt még igazolja, alul van egy kód, az úgynevezett SERV kód, az itt valószínűleg 07 vagy 04. A lényeg az, hogy minden ilyen karton alján volt egy SERV kód, ami a 89-es állapotot tükrözte, és hogy ő akkor élő áldozatként minősült-e vagy sem. Tehát a karton ugyan vezették azt, hogyha átminősítették az ügynököt, mert több rendfokozat volt, a ügynök volt a legalsó, aki vagy pénzért, vagy pedig zsarolás hatására, amit úgy fogalmaztak, hogy is volt. Nem emlékszem, mindegy, vállalta az együttműködést, de amennyiben az együttműködés világnézeti alapon jön létre, akkor nevezett TMB-nek keresztelték el, vagy pedig informátumnak, ilyen azért társadalmi megbízott, itt nem titkos megbízott. Azonban ebben se kell hinni, ugyanis az állambiztonságnak volt egy ideológiai elvárása, hogy a folyamatosan egyre öntudatosabb szocialista társadalomban az emberek alapvetően az együttműködést elvi alapon kell, hogy vállalják. És a beszervezés is úgy történt, még ma is úgy történik szerintem, hogy behívnak valakit, akinek esetleg volt valami ügye, mint tudom, egy gyors hajtót nem fizette be az adót, hogy valamit csinál, és akkor mindenki tudta, hogy itt valami van, de ezt nem mondották ki. Nem csak megkérdezték, hogy akkor uram, tudjuk, hogy hát vannak itt problémák, de tudná-e velünk együttműködni. És az illető azt mondta, hogy igen, akkor hogy statisztikailag, mint egy világnézeti alapon együttműködő személyt vették nyilvántartásba, holott nyilván azért mondott igen, mert tudta azt, hogy ha nemet mond, akkor meg előjönnek azzal, hogy nem fizetett adót, vagy lopott, vagy csalja a feleségét, vagy akármi. Ez akkor is tett jót, és ma is nyilván. Nézzük meg a második karton. Ez nagyon rosszul látszik, tudom, ez a Mészáros Péter kartonja, akinek itt Budafokhoz némi köze van, de azért hoztam pont ezt a kartont, mert hogy a különbség az nagyon nagy. Egyrészt nincs semmiféle iktatott irattári anyag, ami persze önmagában nem jelent sokat, mert hogy az ő beszervezési dátuma azért nem látszik, nem tudom, hogy ez ennyire rosszul fog mutatni. Őt ezeket azt hiszem 89. augusztusában szervezték be,
Tehát elég rövid idő volt. Inkább az lett volna furcsa, hogyha egy fél év alatt keletkezik egy nyitatott munkadosszié, de az anyag átadása sincs. Tehát igazából ebből a kartonból csupán annyit tudunk megállapítani, amit én Mészáros Péter se tagadok soha, hogy ő egyszer találkozott egy rendőrtisztel, aki valamilyen formában őt nyilvántartásra vette, és elítélkezésre kérte meg. Az, hogy ő azt állítja, ha jól emlékszem, hogy azt nem tudta, hogy őt fedőnével tartják nyilván, ezt nem tudom, hogy ez így volt, vagy le, nem így, lehet egyébként, hogy igaz, és pedig azért, mert hogy az állambiztonságnak azért a szóval kellett fogni az együttműködőket, pláne 89-ben, akkor már ez nagyon lecsekett. És mindig próbálták úgy megindítani ezt a munkakapcsolatot, hogy ők, hogy építsék le a másik fél esetleges hezitálását. Itt például egyházi személyeknél is rengeteg kedvezmény volt, hogy egyházi személyeknél eltekintettek attól, hogy az illető aláírja az együttműködési nyilatkozatot, vagy neki lelkiismereti problémát okoz. De, és még számtalan egyéb dolog volt. Na most az ő esetében arról tudunk, hogy az ő foglalkoztatása elvileg mivel függött össze, ha jól emlékszem, hogy kollégium igazgató volt akkor, ebben a kollégiumban külföldi állampolgár tanulók is voltak, és a 3x3 kertes osztály az ifjúságvédelemmel foglalkozott, és ilyen szempontból hozzátartozott terrorellátás is, illetve az egy másik osztály volt ugyan, de a 3x2-es osztály együtt működött, és a palesztin, vagy pedig egyéb arab diákok esetében akkor is, meg ma is, hát van egy állam, illetve nemzetbiztonsági felület, hogy fogalmazok finoman, ami miatt ezzel foglalkozni kell. Elképzelhető, hogy őt ezzel keresték meg, és ennyi az egész történet. És ilyen szempontból a két eset között azt gondolom, hogy nagyon nagy különbség van, az egyik esetben ráadásul van is irattári anyagunk, nem csak az, amit a kartonon látunk, hanem a levéltárban is megvan, ott tudunk valamit mondani, hogy mi volt az érdemi működés, itt pedig nem igazán tudunk. És fel lehet tenni a kérdést, hogy oké, de hát ez is mennyire kínos. Igen, de hát a pártállamban, a pártállammal az élet minden területén együtt kellett működni annak, aki akkor élt. Úttörő lett az ember, halott esetben kisztag, én speciál nem voltam, de ha csak azért nem voltam, ezt őszintén itt megmondom, hogyha azt éreztem volna a gimnáziumban, hogy az én továbbtanulásom ettől függ, én beléptem volna a kiszbe. Megkérdeztem akkor az egyik tanártól ott, akivel jobb viszonyban voltam, hogy szerinte ez számít valamit, azt mondta, hogy nem, és akkor én voltam az egyedüli, aki nem lépett be, mindenki más belépett, de én is beléptem volna. És akkor én most itt, mint egy volt kommunista ülhetnék önök előtt. A pártállamban mindenki szem volt a láncban, ahogy így és Gyula írja, abban az értelemben, hogy a felelősségnek, a rendszer fenntartásában vitt felelősségnek egy bizonyos kis részét mindenképp vinnie kellett. És nyilván az ügynökre nagyobb rész jutott, de nem lett volna sokkal egyszerűbb ezt egészet, akár a rendszerváltás elején, hogy elhangzott, akár tegnap, akár ma este, akár holnap nyilvánosságra hozni, gomnyomásba kerülne. Ez egész megvan elektronikusan, csak politikai kérdés. Azt meg tudod mondani, hogy ma hogy néz ki egy volt, az egyszerűség kedvéért használjuk azt, ügynök? Mondjuk egy olyan ember, aki a üzemeltetője volt az akkori, mondjuk úgy, hogy nemzetbiztonsági hálózatnak, mondjuk ő 89-90-ben, amikor a rendszer összeomlott, ő mihez kezdhetett magával, vagy mit csinálhat azzal a információs tőkével, ami neki akkor extraként megvolt az átlagos... De ez most akkor a tartótiszt lenne, és nem az ügynök. Hát én azért használtam az ügynök szót, mert ezt jellemzően azokra használják egyébként a köznyelvben, aki, hogy mondjam, plusz
információval rendelkezett, nyilvánvalóan mi nem azért használjuk, de hogy arra akarok kiukadni, hogy aki akkoriban valamilyen fajta információs tőkével rendelkezett, az hol helyezkedett el ezek után. Elment a gazdasági életbe, és ott mondjuk tudta kamatoztatni mondjuk pénzügyi vagyon formájában ezt a tudást, elment politikusnak, és ott használta politikai tőkeként azt a tudást, ami neki megvan. Vagy hol lehet például őket jellemzően megtalálni, vagy mit lehet mondani ezekről az emberekről. Vagy te, ha mondjuk látsz egy szakmabeli embert, akkor van olyan, akire így azt mondod, hogy nagyobb eséllyel volt, ügynök volt, mint mondjuk egy másik szakmabeli emberre, akire azt mondod, hogy ő nagy valószínűséggel nem volt. Itt attól tartok, keverednek fogalma. Mert igen, szándékosan keverem őket. Mert a köznyelven így keverik, és tőlünk is így kérdezik meg. De ez nem akadályozhat meg engem abba, hogy kigobozd. Nevelő szándékkal, ha már nem taníthatok egyetemben, akkor ezen a fórumon elmondjam, hogy itt nem pont így van ez. Tehát ez egy rosszul feltett kérdéssel rossz választ lehetne adni. Ugyanis az ügynök nem, tehát rendelkezett valamilyen információs tőkével, de az igazi információs tőke nem nála volt, hanem a Tartótisznél, aki ezeket összegyűjtötte, illetve továbbadta. Alapvetően ez az egész információs tőke a pártszervezetbe kumulálódott, ezt lássuk be. Tehát Magyar Szocialista Munkáspártnak hívják, mert az üzemeltette ezt a rendszert, ráadásul párhuzamosan, mert hogy a BM által beszervezett ügynökök mellett a pártnak ugyanúgy voltak hangulatjelentései, és mivel mindenütt volt pártszerv, ezek a pártszervek ráláttak arra, hogy melyik üzemben mi van, éppen ezért a privatizációnál is nem véletlen, hogy volt kommunista káderek, azok egyszerűen helyzeti előnnyel rendelkeztek, ez nem is lehetett másképp. A volt ügynökök, azok az eseteknek a 99%-ában ugye a táplálkozási lánc legvégén levő, legkisebb rálátással rendelkező személyek, akik egy feladatot kaptak, de azt nem tudhatták elvileg, hogy ezt a feladatot pontosan miért kapják, és mi az, ami ezzel kapcsolatosan még információként van. A tartótiszt ezt tudhatta. Most mi történt a tartótisztekkel? Én viszonylag sokakat ismerek ebből a millióból, és azt kell mondjam, hogy ezek az emberek egyszerű bürokraták voltak, akik jelentős részben egyébként első generációs hát értelmiségének nevezhetőek. Amazalt azt értem, hogy a szüleiknek nem volt érettségie se, és ők mondjuk a 60-as évek elején elvégezték a jogi egyetemet, majd a jogi egyetemen kiemelték őket, és belügyesek lettek. A legtöbbje, akikkel én találkoztam, persze nyilván azért is velük találkoztam, mert a bűnözőkkel nem tudtam, és nem is akartam volna, de azért a millióját átláttuk, megírtam is a Tabajdi Gábor kollégámmal egy könyvet, amiben az összes osztályvezető életrajzát felvolgoztuk. Ezek alapvetően szerencsétlen fogtások voltak. Tehát aki itt ezekkel az információkkal súlyosan vissza tud élni, az nem a tartótiszt. Eleve most az egyházi vonalon a tartótiszt információja legfeljebb az lehetett, hogy melyik püspöknek milyen szexuális élete van. Ezt az információt most hogy kamatoztatjuk egy piacgazdaságban? El lehet menni ugyan a Blikhez, és el lehet adni ott ezt valahogy, de tehát nem, ez nem igazán az a tőke, ami mondjuk egy állampolgárság kötvényen, vagy pedig egy közbeszerzésen rajta van. De ez teljesen más dimenziókról beszélünk. Az egyetlen olyan terület, ahol jelentősebb pénz fordult meg, az a hírszerzésnél lehetséges, nevezetesen ott, akik a technológiai hírszerzéssel foglalkoztak, illetve a kokomlisták kikerülésével. De ha az lenne az összes korrupció az országban, amit ezek az emberek műveltek volna, akkor itt a költségvetésben szerintem itt több száz milliárd forinttal több pénz lenne, vagy talán 1000 milliárdokkal is. Tehát nem a információ többletből adódó anyagi
előnyöket tartom ennek a társaságnak az erényének, sőt, azt gondolom, hogy ezeket, ahogy 89 előtt is kihasználta a politikai vezetés, ma is kihasználja. Tehát az információs előny az a politikai vezetésnél van. Kövér Lászlónál, Orbán Viktornál, az egész MSZP-nél, és még sokaknál, másoknál, akik ezt elszabotálták. Ők tudták zsarolni a különböző emberkéket azzal, hogy ezt nem hozták nyilvánosságra. Nekik lett ebből adott esetben anyagi hasznuk is, tudtak fenntartani frakciófegyelmet és még sok mindent. És nem annak a szerencsétlen tartótisztnek, aki ezzel most vitatkozhatunk, hogy miért gondolhatta azt, hogy ő ezt a hazájáért teszi, de ő egy pici eszköz volt. És annak a... Tehát ez nehéz... Tehát nehéz dolog azt firtatni, hogy mennyire volt 1995 ez a rendszer legitim, és mennyire voltak ennek a rendszernek a képviselői legitimek. Én személy szerint ugyanazt gondoltam, hogy ha háború lesz, és engem besoroznak, akkor le fogom majd lőni a tisztemet, és át fog futni az Antan csapat, vagy a NATO csapatok oldalára, mint gyerek. De hozzá kell tennem, hogy én egy terheltebb családból származom, mert mindenki volt börtönben. De a magyar lakosság döntő többsége nem így élte ezt át, és nem is volt a tömeges ellenállási mozgalom azért a pártállammal szemben a 80-as években. Tehát ha most itt a magas lóról elkezdjük azt mondani, hogy ez semmi nem volt legitim, és mindenki csak Moszkva csatlósa volt, akkor egyrészt egy picit... azt gondolom, hogy utólag kreálunk valamit, másrészt nagyon érdekes, még ezek a állambiztonsági tisztek is a 80-as évektől legalábbis, különösen a hírszerzésnél egyre inkább kezdtek úgynevezett nemzeti érdekkel foglalkozni, mert azt értették például, hogy a magyar-román viszonnyal, vagy mondjuk csak a magyar gazdaságnak hasznot hajtó ügyek beszerzésével, amiből a szovjetek nem kapnak, illetve a magyar politika erősítésével nyugaton függetlenül a Varsói szerződést. Ezt ők maguktól csinálták. Tehát könnyű ilyen látványos ítéleteket mondani, de szerintem jobb az óvatosság, meg nem jutunk vele semmire. Azért is így tettem fel ezt a kérdést, mert sejtettem, hogy körülbelül ilyen válaszod lesz, de hogy ebből is az derül ki, hogy valójában ennek a fajta elmismásolásnak azok is áldozatai, akik ezt a rendszer bármilyen szinten üzemeltették. Így talán a legfelső hány százalékot lehet azt mondani, hogy nem az egy-kettő, aki akkoriban ennek a rendszernek az üzemeltetője volt? Hát biztos, hogy mindenki jobb szájízzel tekinthetne erre a dologra vissza, hogyha ezt nem így csinálták volna meg, ahogy, mert hogy... mert mindenkire csak a sár tapad, kivéve azok, akik a táplálkozási lánc legtetejéről tudják ennek a csalolási adatbanknak a szálait húzogatni, hogy egy képzavarral éljen. És ennek a fényébe szeretném az utolsó kérdésemet feltenni, aztán kinyitom a közönség felé a kérdéseket, hogy a lusztráció, tehát ennek az megtisztulás, mondhatjuk így egyszerűen, annak egyrészt ma lenne még értelme, és hogyha lenne, akkor ezt milyen irányba kéne elkezdeni, vagy hogy lehetne azt a kört meghatározni, akikre ez vonatkozna, illetve mitől tiltanánk el őket, és mennyire kéne ez általában szigorú legyen, vagy ma már ezzel nincs is értelme foglalkozni. Először tisztázni kellene, hogy mit jelent a lusztráció. A lusztráció azt jelenti, hogy szankciókkal sújtják a volt hálózati személyeket, akkor arról beszélhetünk és vitatkozhatunk, hogy milyen szankciók azok, amelyek méltányosak és elégségesek, és milyen szankciók azok, amelyek túlzásnak minősülnek. Azonban a lusztráció azt jelenti csak, hogy nyilvánosságra kell ezeknek a dolgoknak kerülnie, jogkövetkezmény nélkül, mert döntse el majd a magyar választó, hogy mit kíván,
akkor a kérdés pontosan ugyanúgy merül fel, hogy kell nekünk tudnunk, hogy mondjuk a mohácsi csatatéren meghalt 20 ezer magyar katonából az a 19.200, akit még nem találtak meg, az hol van eltemetve? Önök szerint fontos-e tudnunk ezt? Persze nem fontos bizonyos szempontból, de én azt gondolom, hogy mégiscsak nem mellékes, hogy tudjuk, hogy ez a mohácsi csata hogy zajlott le, mégis egy elég fontos esemény volt, mégiscsak nagyon sokan meghaltak, akik ott meghaltak, azokhoz valamilyen közünk van. És ez a kíváncsiság, ez iránt a történelmi esemény iránt nem lankadt egyébként az utóbbi évtizedekben, sőt az utóbbi 150 évben a mohács iránti érdeklődés az csak nőtt. Akkor az azzal kapcsolatos érdeklődés, hogy ki hogyan manipulált egy társadalmat egy rendszerváltás után, nem egészen láttam, hogy miért szűnne meg. Ez csak nőni fog, tehát nem arról van, sose lesz késő, 100 év múlva se lesz késő konkrétan, de persze jobb lenne, hogyha most történne. És most akkor, ha jól értem, már senkit nem zárnál ki például a mai politikai életből azért, mert valamilyen módon együttműködött a 89 előtti rendszerrel? Az teljesen mindegy, hogy Ungvári Krisztiánnak mi a véleménye arról, hogy ki vegyen részt a politikában, vagy ki nem. Az a kérdés, hogy milyen politikai program az, amiben ebbe az ügyben konszenzust lehet egyrészt létrehozni. Nem hinném, hogy konszenzusra lehetne jutni akkor, hogyha ezeket az embereket automatikusan ki kellene zárni. Megjegyzem, én nem tartom, egyébként nem menekülök el az én véleményem szerint, ezt a szankciót nem kell bevetni. És pedig azért nem kell bevetni, mert majdnem minden eset egyedi lesz. Ezeket az egyedi eseteket egy ilyen pausál megoldás új igazságtalanságokat teremt, mert a törvény lesz az, amelyik igazságtalan ott esetben valakivel. Azt az igazságtalanságot, hogy a választó megválaszt egy hülye politikust, ezt el tudom viselni, végül is választónak joga van hülyének lenni. De annak, hogy az ország törvényei legyenek olyanok, amelyek ártatlanokat büntetnek, azt nem tudom elfogadni. És éppen ezért nagyon nehéz volna egy olyan típusú megoldást kitalálni, ami igazságos is, és így szankciókkal bír, de nem is látom, ne arra, hogy nem is látom azt a politikai erőt, aki ebbe az ügybe támogatással rendelkezne. Eddig ezt nem kérte senki se, hogy ki legyen zárva volt hálózati személy a közéletből, azért, mert volt hálózati személy volt önmagában. Nem látom azt a politikai pártot, mert még a Momentumból se hallottam, hogy vagy lehet, hogy én le vagyok maradva, hogy ilyen, van ilyen előterjesztés? Részletesen nincs. Hát akkor oda nem tudtunk eljutni 30 év alatt, hogy megismerjük a múltat, hogy kívánunk szankciókat alkalmazni, akkor azt se tudjuk, hogy miről kívánunk beszélni. Tehát először talán lehessen elolvasni ezeket a dossziékat, már mi megmaradt belőle, és majd utána a törvényhozó, akkor, ha ezeket az aktákat maga teljességében ismeri, akkor majd még megint beszélhetünk arról, hogy legyen-e szankció. De hát most a minek az ismeretében a nulla, ez se igaz, mert csomó aktát persze ismerünk, de az összeset nem ismerjük. És szerintem addig ezt a kérdést fel se kellene tenni. Jó van. Endre? Nekem két kérdésem lenne, az egyik az, hogy egy ilyen teljes nyilvánosság nem eredményezni azt, hogy rengeteg ártatlan ember meg lenne húzolva. Mert hogy itt látjuk a Mészáros Péter ügynél is, hogy itt a helyi Fidesz-ről ugye csinált, és ő még azt is elvettem, hogy vízpolgárságtól meghozja, illetve cikkek születtek ellene, tehát hogy és látjuk, hogy a bizonyíték alapján nincs arra bizonyíték, hogy ő komoly dolgot vagy elkösten dolgot követett volna. Tehát, hogy nincs arra nagy esély, hogy sok ilyen ügy lenne, mondjuk Mészáros Péteré is, hogy az olyan emberek, akik nem követnek el testtelenséget igazából, mégis a médiában bekerülne, hogy ügynök volt, és akkor a nagy nyilvánosságnak csak az egy információ maradt meg, hogy XY ügynök volt, és akkor az ügynök az egy kategória lenne, miközben látjuk, hogy milyen a különbség.
Az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy de ezt neveztek ügynöknek, az látok, ugye voltak ilyen zsarolási dolgok, hogy akkor kirúglak az állásokból, de hogy volt egy utalom az ügynököknek, tehát hogy akkor, hogyha te jártasz, akkor gyorsabban mész elő a ranglétrán, vagy nem tudom, bármilyen utalom járta ezért a tevékenységet. Az első kérdésre egyaránt tudok egy gyakorlati és elméleti választ is adni. A gyakorlati az, hogy Szlovákiában megcsinálták azt, hogy felrakták a teljes ügynök nyilvántartást az internetre, és mindenki meg tudja nézni az összes hálózati naplót. És én egyetlen egy esetről se tudok, hogy valakit felpofoztak volna az utcán emiatt. A szlovák történeti hivatal vezetője, akivel erről beszéltem, azt mondta, hogy a legnagyobb atrocitás, amiről hallott, az az volt, hogy egy társasházban, ahol volt 40 vagy 50 lakás egy ilyen panelépületben, ott valaki a 59 lakóhoz vagy 58-hoz, mert saját magához nem kellett, meg az érintetthez se, bedobta az illető kiprintelt hálózati lapját, és ezzel tájékoztatta a lakóközösséget, hogy ott egy ügynök lakik. Ez volt a legsúlyosabb atrocitás, ami ott történt. Tehát ezt már, magyarán vannak országok, akik kipróbálták, és a társadalmi béke nem borult fel ettől. Csehországban is egyébként ez megvolt. A gyakorlati része meg konkrétan most mi történt volna, ha nem az van, ami most, akkor nem a Mészáros Péter kartonja került volna elő, ugye, hanem még 60 ezer. Ezt a 60 ezer kartont egymás mellé lehetne rakni, és hogyha, tehát a Fidesz részéről senki sem merné Mészáros Pétert piszkálni az üres kartonjáért gyakorlatilag, amikor ott van Kárpáti György kartonja, amire éppenséggel aztán tényleg minden rá van írva, ami ráírható. Akkor ez az egész Mészáros Péter számára egy sokkal kedvezőbb helyzet lett volna. Tehát így viszont őt ki lehetett emelni ebből a dologból, úgy ráadásul, hogy olyan jogszabály van, ami az egész ügynök ügyet úgy rendezi, hogy aki tagad, az biztos nyert. Tehát ha Mészáros Péter azt mondta volna, hogy ez az egész hamisítvány, én nem voltam, nem én vagyok a kartonon, ez nem az én fedőnevem, nem találkoztam soha tartótiszttel, akkor minden pert megnyert volna. De ő kivételesen becsületes volt, és elmondta azt, hogy igen, én találkoztam egyszer tartótiszttel, nem hazudott. És ezért lehetett őt szutyongatni. Kárpáti Györgyöt, akit ráadásul 1982-ben azért zártak ki az ügynökök közül, ahol 25 évig volt, mint eredetileg vízilabdás, mert bűncselekményt követett el. Kárpáti Györgyöt meg nem lehet ügynöknek nevezni a nyilvánosság előtt, mert ő ugye a nemzet sportolója és Orbán Viktor hivatalos díszletkelléke minden tömegrendezvényen. Tehát pont a mostani helyzet az, ami iszonyatosan igazságtalan, és pont ez változna akkor, ha teljes körű nyilvánosság lenne. Jutalom, és röviden válaszolok, az ügynökök 96%-a nem kapott igazából semmit se. Nagyon még olyan előnyt se, hogy akkor most a gyerekét inkább felvették az egyetemre. Maximum arról beszélhetünk, hogy az illetőnek szubjektív félelmei lehettek attól, hogy megbüntetik, ha nem csinálja, és ezért csinálta. De a magyar társadalom védelmébe kell mondjam, tehát ez a társadalom sokkal jobb arcát tudja mutatni, mint amilyennek néha gondoljuk. Említettem, minden évben az emberek 20%-át kellett kizárni, és egy átlag ügynök, az átlag beszervezettek 50%-a a második találkozóra sem ment el. Milyenek a bizonyítéka ez, ha nem az óriási civil kurázsinak és bátorságnak? Hogy nem. Nagyon sokan voltak, akik tudták mondani azt, hogy nem. A többség tudta mondani egyébként azt, hogy nem, legalábbis egy idő után. És ez reményt ad a jövőt illetően is. Igen. Én azt szeretném kérdezni, hogy említetted, hogy ilyen dosszívban, vagy a kartonból 200 ezer lehetett, de 60 ezer van meg. Egyrészt most ezek után a 60 ezer nyilvánosságra hozni, az nem méltánytalanság azokkal szemben, akiknek véletlenül megmaradt, még ugye van 140 ezer, akiknek nem. Másrészt pedig, hogy második kérdésem, hogy ez a 140 ezer, ez ténylegesen megsemmisül, vagy valahol minden boszorkány konyhában várja, hogy az, ami zsaroljanak embereket?
Először is attól, hogy nem tudunk minden bűncselekményt üldözni, attól még a nyilvánosságra kerülő bűncselekményeket ugye üldözni kell. Ugyanígy ennek analógiájára attól, hogy nem tudunk meg a múltunkról mindent, attól azt, ami megtudható, azt azért szerintem nyilvánosságra kell hozni. A gyakorlati ok, ami miatt nincs 200 ezer karton, ez eléggé összetett, de a jó hírem az, hogy akik a rendszerváltás előtti évtizedekben voltak aktív hálózati személyek, azok az elektronikus nyilvántartásban is benne vannak. Aki mondjuk 1951-ben be lett szervezve két évre, és 56-ban megsemmisült az anyaga, és egyébként nem is foglalkoztak vele, az lehet, hogy nincs benne az elektromos nyilvántartásban, de nem is érdekel senkit. Tehát a lényegi információk azok a úgynevezett EGPR, egységes gépi prioráló rendszer H adattárában hiánytalanul megvannak. Ez csak politikai szándék, hogy ez nyilvános legyen. A kartonok, az a 60 ezer karton, ez gyakorlatilag ennek az egységes gépi prioráló rendszer H adattárának a manuális változata. A kartonok egy jelentős része megsemmisült, mert leselejtezték, vagy mert a rendszerváltáskor megsemmisítették. De amikor nyilvánosságról beszélünk, akkor soha nem a csupán ezekről a manuális kartonokról van szó, hanem az adattárról, az egész adattárról, ami ma is létezik, és ugye, hogy csúfolja meg egyébként a kormányzat itt a lakosságot, a legjobb példa, hogy ugyan nagy nehezen átjátszották ezt a bizonyos H adattárat több mint egy év leforgása alatt egy lemezre, amit átadtak a levéltárnak, csak éppen úgy csinálták ezt meg, hogy a személyi azonosító adatok azok olvashatatlanok lettek rajta. Ennek hiányában mondjuk egy előzés jogi szempontból az ott található adatok semmire se alkalmasak. De nem csak jogi szempontból, nem, hogy Varga László névre találunk egy fedőnevet, akkor most honnan tudjuk, hogy az melyik. Nyilván egy Martonyi János esetében, mi abból csak egy van, az viszonylag nyilvánvaló, hogy a külügyminiszterről van szó, aki besugó volt, tehát ez egyértelmű, de nagyon sok olyan eset van, ami nem lesz egyértelmű, és szándékosan csinálták ki, tehát nem hiszem el a mai informatika korába, hogy egy 90-ben olvasható adatállományból pont a születési évhónapot nem tudták átírni az informatikusok. Tehát igen, ennyit erről. Pál és a Doros Péter ugye érdekelne, ugye volt egy cikk, amiben fintatja, illetve utal rá, hogy elég nehéz elképzelni, hogy azokban az állásokban, amikben voltak, vagy nem működtek együtt, mert együtt működtek, ezt mi tisztelt kell, vagy esetben nem működik el, hogy a szervezet. A kérdés az, hogy azokból a cikkekből az nem került ki, hogy maga utána nézett, hogy van-e neki kartonjuk, és nem talált, vagy miért mondod mindez az egész működik? Az én hibám kell, hogy legyen, hogy nem tettem egyértelművé, hogy az együttműködésnek számtalan módja van egy titkos szolgálattal, és az egyik módja csupán az, hogy valakit úgymond mezitlábas ügynökként nyilvántartásba vesznek. Természetesen az első dolgom az, mielőtt ilyen kijelentéseket teszek, hogy megnézem a levéltárba, hogy találok-e valamit. De a konkrét publikáció nem arról szólt, hogy Schmidt Pál és Boros Péter ügynök lett volna, hanem arról, hogy segítette funkciójával adódóan a belügyminisztériumot. És azt is le kellett volna akkor jobban és érthetőbben írnom, hogy pont ez a lényeg, hogy ne ragadjunk le ott, hogy csak az ügynök volt, aki segíthette a belügyminisztériumot, hanem mások is, például egy pártitkár, a 15 perem volt, ebből a legtöbbet Kis László alkotmánybírónak köszönhetem, aki azért perelt, ugye, mert hogy én azt írtam róla, hogy ő, mint egy egyetemi helyettes pártitkár, igazából működésével és viselkedésével kimerítette az összes olyan lehetőséget, ami igazából egy hálózati személytől elvárható, hiszen jelentéseket írt, illetve olyan ugyanazt cselekedte, ami az állambiztonság biztosítási terveiben le van írva. Ő persze erre azt mondja, hogy ez véletlen az egybeesés, de akár véletlen, akár nem véletlen, az
az volt ennek a publikációnak a lényeg, hogy nem csak az ügynököt kell keresni. És a diskurzus szempontjából is jó, hogy erről szó van, hogy a múlta való szembenézés nem fogja megoldani, ha csak is és kizárólag úgymond ezeket az ügynököket keressük, és nem csak az ő irataikat kell nyilvánosságra hozni, hanem az összeset. És nyilván vannak ma is nemzetbiztonsági érdekek, amelyek bizonyos iratok esetében jogossá teszik azt, hogy ezt ne ismerhessenek bárki, terrorizmus, meg hasonlók. Tehát erről nincs szerintem vita, de ami nem ebbe a kategóriába tartozik, azt nyilvánosságra kell hozni. A konkrét kérdésem az, hogy maga kérte, hogy van-e kartonja, de az most nem mondja, hogy van kartonjuk, vagy nincs kartonjuk. Nincs kartonjuk, de megismétlem, a publikáció nem arról szólt, hogy ők ügynökök lettek volna. Ezt értem, de én kíváncsi vagyok, és ezt kérdezem. Hát tudom, hogy a publikáció nem erről szólt. Bevallom őszintén, nem emlékszem, hogy kértem egyébként, hogy van-e kartonja, vagy nincs kartonja. A Boros Péterre ugyanis nem írtam semmilyen publikációt. A Schmidt Pál esetében pedig szerintem ott kért, valószínűleg kért, nem emlékszem erre biztosan. De nyugodt lehet, biztos, hogy a levéltárban nincs. Ha lett volna, már más is megtalálta volna. Következő kérdés, igen. A főcsoport főnökségek között volt átjárás a rendszerben, tehát hogy valaki a 3x3-nál kezdett akár még osztályon, és mondjuk a pozícióba került, külföldiekkel került kapcsolatba, és átkerült a 3x2-es főcsoport főnökséghez. Tudtam, hogy nagyon kevés anyag került nyilvánosságra a 3x2-ről. Volt átjárás, illetve ha volt, akkor mi történt a hátra maradt anyagokkal a 3x3-os kultjában valakinek, hogy átkerült a 3x2-hez? Abszolút volt átjárás. Elvileg a 3x2-es anyagokat is átadták a levéltárnak, ahogy a 3x3-asat is. Pontosabban valamit átadtak, valamit nem adtak át. Nagyon sok olyan kémelhárításnál fellelhető anyag van, ami valójában nem kémkedési, hanem egyértelmű politikai elnyomó intézkedést akar, és a hírszerzésnél is. Úgyhogy ilyen szempontból az egészet egybe kell nézni, és egy nagyon buta dolog volt, amit a rendszerváltás elején elkövettek, hogy kivették a 3x3-at, és ezt ráadásul szembeállították mondjuk az egyszerű nyilas pártagsággal, ami teljesen abszurd. Volt. Akkor. Azt mondta, hogy az elektronikus nyilvántartás az, amit ugye most abból azonosítókat becserélve már átadtak, de akkor, hogyha azt manipulálták, akkor mi a garancia arra, hogyha most azt mondanák, hogy jó, itt van a teljes elektronikus nyilvántartás, hogy az még mindig a teljes. Tehát, hogy majd informatikában volt, tudjuk az biztosítani, hogy ami 90-ben a teljes volt, az ma még a teljes. Egyrészt nyilvánvaló, hogy egy iratátadásnak civil kontroll mellett kell megtörténnie. Nem lehet a kecskére bízni a káposztát. De a helyzet szerencsés, mert hogy az elektronikus nyilvántartás az mindig a papír alapúra épül. És a kartonok ezeknek a dolgait egyébként mutatják is, és a kartonokon 8 különböző olyan számsor van, ami ezek egyéni azonosítását szolgálja. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy ha valakit be akartak szervezni, akkor az illető kapott egy H-számot, ez volt az úgynevezett élőszám, és ezt a H-számot be kellett jegyezni egy naplóba emelkedő sorrendben. Amikor iktattak neki egy munkadossziét, akkor az M-számot kellett bejegyezni egy naplóba, szintén emelkedő sorrendben, és amikor a beszervezési dosszié számát kapta, azt is egy ugyanilyen naplóba. Magyarán, ha kiveszek a rendszerből egy kartont, akkor nem csak a elektronikus nyilvántartásból kell kitörölnöm, hanem a naplókból is egyenként ki kell törölnöm, az ott látszani fog. Ez így nem megy. És azt fontos tudni, hogy azok, akik az állambiztonsági nyilvántartást kezelték, ezek egyszerű hivatalnok beosztottak, akik maguktól semmit nem mertek csinálni, mert rettegtek az állásukért. Ma is így van szerintem egyébként. Tehát az nem volt, hogy ők saját maguktól bárkinek egyrészt kibuzogatták volna a neveit, és én abba
szinte teljesen biztos vagyok, hogy azok a mágnes szalagok, amelyek jelenleg ebből megvannak, azok nem manipuláltak, már csak azért sem, mert hogy ezeket vezetik mind a mai napig. Tehát most képzeljék el a helyzetet, 1990-ben megalakul az új nemzetbiztonság. Annak is kell, hogy legyen egy nyilvántartás, hogy ki volt ügynök, meg ki nem volt, hogy tudjon visszanyúlni. Hát a második legősibb mesterségről van szó egyrészt, másrészt vannak nemzetbiztonsági érdekek, amelyek szükségessé is teszik, hogy ezt a mesterséget gyakorolják. Például, hogyha valaki egy laktanyát biztosított 1990-ig a román határon, ez a feladat ma is aktuális, hogy biztosítsa a laktanyát, és hogyha valaki ott kémkedni akar, akkor azt jelentse. Ebből adódóan ezeket a nyilvántartásokat tök biztos, hogy vezették tovább, és vezetik mind a mai napig, csak ugye semmit nem tudunk erről, mert a törvényhozó úgy döntött, hogy minden, ami 1990 hiszen február 16-a után történt, az titok, és abban még egy civil bizottság se láthatott bele. És ugye az a baj, hogy a papír alapú iratoknál ott egyértelmű, hogy a papír alapú irat mikor keletkezik. Tehát ezt a füzetet mondjuk két hete nyomtatták. Egy elektronikus adatbázisnál, amelynek 200 valahány ezer eleme van, és a legelső elemét bevitték 1953-ban, a legutolsó elemét meg bevitték 2017-ben. Ugye a törvényhozó azt mondja, hogy ez egy 2017-es adatbázis, semmi között hozzá. Holott ezt nem így kéne nézni, hanem az összes olyan elemet, aminek a bekerülési időpontja a 2017-es adatbázisba 1990. február 16 előtti, azokat külön ki kéne nyomtatni, civil kontroll mellett le kell válogatni, és el kell dönteni, hogy mi legyen vele. Tehát ez a megoldás. Nekem itt lenne egy közbevetett kérdésem, hogy beszéltél itt közben a mágnes szallagokról, beszéltünk itt a dossziékról, szóba jött a napló. Nagyjából ez a három összetevője van ennek a kérdéskörnek. Hogy azt el tudnád mondani röviden, hogy ezek micsodák, és mire jók, és miért fontos ezekről beszélni? Ezek azért fontosak, mert az állambiztonság egy olyan rendszert épített fel, megjegyzem, nem csak ebben az esetben, hanem a világ valószínű összes országában hasonlóképpen működik, amiben a manipulálás és a hamisítás egy bizonyos szint után teljesen kizárható. Ugyanúgy, ahogy egy útlevelet se lehet simán legyártani egy magán nyomdában, mert hogy hiába tudnák ellopni hozzá, tegyük fel azt a papírt, ami szükséges, annak az útlevélnek is lesz egy száma, azt a számot is naplózzák valahol, és hogyha a számok nem stimmelnek, akkor az egész kibukik. Annak érdekében, hogy ez a rendszer 100%-os biztonságot nyújtson, mindig először mindent papíralapon könyveltek, és mindent többszörösen könyveltek le, és ezek a bizonyos naplók erre szolgáltak, erre a többszörös könyvelésre. Ráadásul a naplókat nem ott tartották, ahol a kartonokat, és annak érdekében viszont, hogy az adatszolgáltatás gyors legyen, a karton volt, amire az állambiztonsági nyilvántartó támaszkodott. Amikor egy tartótiszt mondjuk találkozott valakivel, akiről szerette volna tudni, hogy be lehet-e szervezni, mondjuk akárkivel, tök mindegy, mert jön vele szembe az ember, aki valami miatt érdekes, akkor először tisztázni kell, hogy ezt nem szervezte már be esetleg valamelyik szerv. És ilyenkor úgynevezett priorálást hajtanak végre, akkor egyszer megkapják azt, hogy van-e neki valamilyen büntetett előillete, vagy egyébe, illetve azt is megkapja, hogy őt beszervezték-e már, vagy beszervezés alatt áll-e, mert valaki már mondjuk lestoppolta. És ezt az információt a kartonokból szolgáltatták addig, amíg nem tértek át az elektronikus nyilvántartásra, az 1970-es évek végén volt, és akkor már ez egész dolog lerövidült gyakorlatilag percekre, mert régebben több napig tartott. Egy állambiztonsági tiszt a munkája során egy évben legalább 500 embert lepriorál, mert hogy állandóan felmerülnek nevek különböző kontextusokban, akikkel dolgozni kellene, vagy lehetne. És ezek a kartonok ennek a priorálásnak a kőkorszaki munkaeszközei tulajdonképpen, amit önök itt láttak. És ezekből mind a három létezik, nyilvánosságra hozható, vagy részben nyilvános, mert ha jól tudom, ugye a naplók egyáltalán nem
Így van. Nyilvánosak jelenleg az ABTL-be se. Így van. És a mágnes szalagokról is csak körülbelül azt tudjuk, hogy vannak, de hogy hol és mi van velük, azt nem. Hát a mágnes szalagokból átadtak egyet, ami semmire se használható, mert nincs személyi azonosító adat benne. A naplókból meg nem adtak át semmit. A naplókat mondjuk azért nehéz átadni, mert hogyha egy naplóban csak egy ember van, akinek a védelme ma is indokolt, mert mondjuk 1990 után is hálózatban maradt és érdemi tevékenységet végzett a Magyarország szempontjából, akkor ugye azt nem adhatják oda a kutatónak, de azt megtehetnék, hogy lemásolják a naplót, és azt az egy sort kitakarják a másolatba, azt odaadhatnák. Tehát ez nem egy lehetetlen dolog, de erre nincs politikai akarat. A hölgy még jelentkezett. Meg az úrottosok. Igen, igen. Azt szeretném kérdezni, hogy kicsit más, hogy hogy lehet, hogy tehát Magyarország miben volt más, hogy itt ugye 30 év alatt ez nem sikerült. Például én a 80-as években voltam ki vendégtáv a családoknál német nyelvet tanulni, és akkor például sokkal erősebb volt még a pártállami vét, szóval sokkal erősebben jelen volt. És mégis ott, vendégtávban ugye láttam más is a mások életét, ahogy hogy ott tényleg ott a stázi időt, hogy ott nyilvánosságra hozták, és mondta ő, hogy Csehországra szóval. Tehát ugyanazok a hasonló típusú társadalmi felépítés, hogy szocialista országok, Szovjetunió érája alatt, hogy akkor Magyarországon mi az az egyedi, hogy ezt még mindig nem sikerült. Kérsz valamelyik vízben. Kérsz valamelyik vízben. Nem, köszönöm. Az a véleményem, hogy a gulyás kommunizmus és legvidámabb barak történetnek a részleteit fizeti az ország most 30 éve, ugyanis nagyon nehéz volt 1990-ben azzal az elementáris indulattal és bűvel szembefordulni a volt akkor megbukó rendszerrel, amelyik egyébként konszenzuálisan és önként adta át a hatalmát nagyon civilizált keretek között kerekasztalt tárgyalásokban. Ezzel szemben az NDK-ban tényleg az utolsó pillanatig volt gumibolt, meg politikai gyilkosság is volt még a 80-as években, nem is egy, meg lelőttek bárkit, hogyha megközelítette mondjuk a berlini falat. Tehát pont a diktatúrának a viszonylagos enyhessége és az emiatt adódó hatalomátmentés, amelyeként minden pártban megtörtént. Tehát nem, a frontok nem úgy álltak fel ebbe a történetbe, hogy volt aztán az MSZP és a többi párt, mert a többi pártban is voltak, volt MSZP tagok, MSZMP tagok, bocsánat, mindegyikbe szinte, kivétel nélkül. Éppen ezért nem volt tulajdonképpen senki se érdekelt abban, hogy ezen változtasson. Aki érdekelt volt, az mindig partvonalról szólt bele, tehát az első olyan ember, aki ebben az ügyben radikális követelésekkel állt, az Krassó György volt, tattok tőle a nevére, nem emlékszik már szinte senki, néhányan. Hát csak egy évesen volt valami. Így van, na most a Krassó György konkrétan indulni nem tudott a 1990-es választásokon a Magyar Október párttal, mert mindenki azt mondta, hogy ezt a pasit, tehát ezt így tűnjön el, és szegénybe meg is halt, ami nagy kár, mert hogy a Krassó lehetett volna az az ember, aki kőkeményen jobboldali, úgy antikommunista, hogy közben nem ezt a magyar sérelmi nacionalizmust és antiszemitizmusra kacsingató őszintétlenséget műveli, nem is osztottak neki lapot. Tehát ez a válaszom, hogy szerintem ez az oka. És volt egy úrod. Igen? Én próbálom az értetlen játszani azok alapján, milyen hangzok. Mágnes szalagokról hiányoznak az azonosítók, tehát csak az egyre, amit átadtak, hogy ezt hangzott el. Elektronikus nyilvántartásban nincsenek, mert csak születési adatok. Azt nem mondtam, hogy az elektronikus nyilvántartásban nincsenek, meg azt mondtam, azt mondtam, hogy csak az átadotton nincs rajta. Be kellene lehet őket állítani, vagy legalábbis meg lehet őket. Így van. Amennyiben viszont a 70-es években vezették az elektronikus nyilvántartást, az előtti adatokon is. A 70-es évek, amikor bevezették a nyilvántartást, akkor mindenkit, aki akkor élő állózat volt, illetve az anyaga valamilyen szempontból releváns volt, azt belevették a rendszerbe.
Van egy olyan gyanúm, de az a baj, hogy ezt azért nem tudom megmondani, hogy pontosan hogy zajlott, mert senki se látta történészek közül ezt a mágneses adatbázist úgy, hogy arról nyilvánosság alatt is beszélhetne, illetve azt végképp nem látta, hogy mi az, amit a nemzetbiztonság ebből használ, tehát hipotézisekre vagyunk utalva. 1948 és 55 között egy ilyen tömeges beszervezés volt Magyarországon, a sztálinizmus időszakában, amikor a ügynök létszám mondjuk felment ilyen 40 ezer főre, aki egyszerre hálózatban volt. 56 után ez lecsökkent 10 ezer alá, és soha nem is ment 10 ezer fölé. És az 50-es éveknek ez a tömegügynök hálózata, ez nagyrészt semmit nem csinált. Tehát ennek a döntő többsége eleve a hadseregben volt, mert volt egy parancs, hogy minden szakaszban kell egy ügynöknek lennie. Tehát az egész teljesen értelmetlen ügyek voltak. Van egy olyan gyanú, hogy ezeknek az anyagait például a 70-es években nem vették fel arra a mágnes szalagra, mert totál érdektelen volt. De aki releváns dolgot művelt, azt pedig biztos felrakták. Hiszen az állambiztonságnak a saját munkáját rontotta volna le, hogy van valaki, aki egy fontos személy, aki nagyon jó képességekkel rendelkezik, aki ontotta az ötleteket, hogy ki milyen bűncselekményeket követel, és nem veszi fel az adott bázisba. Tehát ez biztos nem. Két kérdésem van. Az egyik az a félig meddig legenda, de talán valós megállapítás, a 56 után Kádárék, politikai hatalom, alapvetően a tanulságokból fúlva lenyomták a titkosszolgálatokat, ami mondjuk Romániában az NDK-ban kevésbé volt meghatározó. Következik ebből valami mondjuk a politika és a titkosszolgálatok előviszonyával hozóan, akár a rendszerváltás után. Következhetne, de ez nem így volt, mert hogy a titkosszolgálatokat Magyarországon nem Kádárék nyomták le, hanem ezt már Rákosi Mátyás megtette, amikor Péter Gábort letartóztatta. Titkos szolgálatok soha nem éltek önálló életet. Ha valahol inkább ilyen előfordulat, jelenleg Romániában feltetően ez egy probléma, de ez nem tartozik ehhez az estéhez, és én nem is vagyok ebbe kompetens. A szocialista társadalmakban a titkos szolgálatok mindig, mindenütt, kivétel nélkül a párt ellenőrzése alatt működtek, és csak szolgáltattak. Nem ők döntötték el, hogy kit kell elvinni, ezt a párt döntött el. Még kérdés. Ti már mindketten kérdeztetek, ezért kérdezem, hogyha van valaki, aki még... Hát van. Kettő is van. Úgy is alacsony vagy, úgyhogy... Én nem tudom azt, hogy a szocializmus ideje alatt abban élő emberek mennyire tudták magadni a főnökszakosság, a főnökszakosság mechanizmusát, mennyire volt, csak meglepották azt, hogy hát vannak ügynök, akik jelentenek, vagy mennyire tudták strukturálisan azt, hogy igen, van ez az ügynöki rendszer. Ami előszegre van mai naphoz, én most nem tudom, hogy működik az állambiztonság, és nem tudom azt, hogy mennyire jellemző az, hogy bemegyek a közérbe, és veszek egy, tudom, húztak a parizet, és ezt valaki utána felírja. Jelentse. Szóval mit tudunk a jelenkor működőkeiről? Mi az, amit a gyakorlatban átöntettek tudomásunk szerint a nemzetbiztonsági gyakorlatban? Sajnos egy rossz rendezvényre jöttél, mert hogy arra, hogy ez most hogy működik, nem érzem magam különösebben kompetensnek, de annyit mégis reagálnék erre, hogy Kádár rendszerben se volt ez a rendszer mindent látó, és nagyon nagy erőfeszítést kellett tennie azért, hogy egyáltalán tudja alapszinten. Az igény a totális megfigyelés volt. Ez akkor sokkal nehezebben ment, mint ma, mert hogy nem volt elektronikus adatfeldolgozás olyan mértékben, mint ma. Akkor egy Pest megyei közigazgatási területre, az egész Pest megyére jutott 260 darab ügynök mondjuk. És ezt osszuk szét, hogy egy Gödöllő szintű városra mennyi jut, mondjuk jut egy, vagy kettő. Ez olyan szánalmasan kevés volt a társadalom, tényleg totális ellenőrzéséhez, hogy még akkor sem működött, hogyha az MSZNP alapszervezeteket is ebbe belevesszük. Ma ez sokkal jobban megy. Kínában ugye van már pontrendszer, tehát ott a különböző internetes kommentelők
kommenteket is pontozza a kínai rendszer, és pontozza azt is, hogy kinek milyen pontszámú ismerősei vannak, és ha mondjuk most Kínában lennénk, és valaki Ungvári Krisztiánnal barátkozna, vagy ha csak megjelenne egy helyen, akkor az mínusz pontot jelentene számára, és nem tudna venni mondjuk másnap vonatjegyet Pekingből Nanjingbe. Tehát ez a kínai társadalom tökéletesen megvalósította azt, ami ebből a dologból kihozható. Azt, hogy ezt most Magyarországon a úgynevezett jogállamban hogy csinálják és hogy nem, azt nem tudom. Szerintem olyan mértékben nyilván nem, mint a Kína teszi, de erre nincs is szükség, és a magyar hatalomgyakorlás sem ezen a típusú terroron alapul, hanem más, sokkal finomabb és a magyar lélekhez jobban passzoló dolgokon. Lásd, uram, bátyám, országa. Nem kérdezik. Én azt szeretném kérdezni, hogy a levéltárban miért nem kivel az ügynök kérdésre kapcsolatban, és ahhoz kivel hozzá? Elvileg minden magyar állampolgár hozzáfér, de a rendszer itt is nagyon igazságtalan, mert különbséget tesz úgynevezett kutatók között, mint én, akik attól lesznek kutatók, hogy egy tudományos intézménytől hoznak egy ajánlást. Amikor valaki egy ilyen státuszba kerül, akkor tulajdonképpen mindent megkaphat, ha a kutatási témája olyan, tehát a kutatási témájában passzoló anyagokat kaphatja meg. De az előírás egyébként úgy van, hogy csak az kaphat kutatási engedélyt, aki kutatási részletes kutatási tervet nyújt be, és rendelkezik publikációkkal már, amelyek a kérdésbe vágnak. Ami azért elképesztő, mert tehát nem is kell magyaráznom, hogy miért. Önök pontosan értik. Tehát bármikor, bárkitől megvonható elvileg a kutatási engedély, ez másképp még nem történt egyszer sem meg. Ha viszont ön, mint magyar állampolgár megy oda, akkor eleve kevesebb iratot fog megkapni, például minden, akkor anonimizálva lesznek ott nevek. Mert hogy ez vezetett ahhoz, hogy mondjuk Esztergom Péternek a Magyarország szégyenére, amikor bement a levéltárba, azt kellett, hogy javasolja az igazgató, hogy hozzon egy támogató nyilatkozatot, persze megkapott azonnal valakitől, mert mint Esztergom Péter magyar állampolgár nem kaphatta volna meg olyan egyszerűen az anyagokat, amik a saját papájáról szóltak. És hogy mik vannak ott, a levéltár honlapja nagyon jó felvilágosítással szolgál, rengeteg anyag van, nagyon sok. Én is minden héten oda járok. Órákon át tudnék beszélni erről. Szerencsére azért ennek az egész diktatúra szennyesének nagyon nagy része mégiscsak levéltárba került, és higgyék el nekem, ez olyanok ezek az iratok, mint a rák. Ha valaki aktív ügynök volt, akkor még ha le is darálták a dossziéját, az áttétek ott lesznek más anyagokba. Mert mindig vannak összefoglaló jelentések, mindig vannak egyéb ügyek, nem lehetett eltüntetni a rendszerből teljesen senkit se úgy, hogy annak nem maradjon nyoma, ha az illető tényleg nagyon sok mindent csinált. Még egy kérdésre van szerintem idő, az jó lenne, ha valaki olyan lenne. De legyen még három, aki most felteszi a kezét, az játszon is. De van olyan, aki nem kérdezett még és szeretne kérdezni? Már mind a három úr, mert akkor igenis. Egy kutatással kapcsolatban, én oda megyek, magánszemély, és amikor megyek, az a szüleim, vagy a nagyszüleim, de voltak is szervezett, teljesen értelmezkedve, nem hallottam, azt fogok kapni, mint akar információ. Nem föltétlenül, de egyrészt tovább fog tartani, míg választ kap, tehát nem tudom most mennyire régebben, egy-két évet is kellett várni. A másik pedig, hogy a levéltár filozófiája szerint még egy férnek is van joga ahhoz, mondjuk, hogy a feleségéről eltitkoljon valamit, tehát, hogy a feleség oda megy és meg akarja tudni, hogy a férj ügynök volt, akkor nem tudja ezt meg csak akkor, ha a férj a feleségről is jelentett. Hogyha a férj a feleségről nem jelentett, akkor a levéltár ezt a férj diszrecionális magánügyének tekinti, és nem mondja meg a feleségnek. Tehát akkor a nagyszülei, ha önről nem jelentettek, akkor nem fog kapni semmit sem. Mert az ő diszkrecionális joguk, hogy jelentsenek másra. Az legalábbis lehet, hogy én most rosszul értelmezem a történetet,
meg kell nézni a levéltár honlapján, egyébként fenn van ez elérhető, hogy ki hogy kaphat adatot és hogy nem, de ebben voltak komoly konfliktusok, hogy hozzátartozó az akkor kaphatta meg a másik fél anyagait, ha azok róla is szóltak, ha nem, akkor nem kaphatta meg. Hát most úgy van egyébként, hogy a szüleid akkor kikérhetik, ha már meghaltak a nagyszülők, de te nem kérheted ki a nagyszüleidét, ameddig a szüleid élnek. Tehát mindig egy szintig lehet menni. Illetve kérhetsz tőlük ajánlást, vagy meghatalmazást, és akkor bemehetsz te is kikérni. Ez egy megoldás. Én ezt csináltam. Jó, még akkor a három kérdés volt, szerintem azon menjünk jó. Végig. És egy, akkor kettő, három, és akkor kezdjük. Jó, akkor menjünk balra. Jól hangzik, nem tudom, hogy van-e valóság alapjának a kijelentésnek, hogy ezeknek az iratoknak, szalagoknak, aktáknak másolatai valahol Moszkvában megvannak. Túl nagy van a kijelentés, nem tudom, mit lehet ebből realizálni. Ez abban a szempontból teljesen mindegy, hogy megvannak, vagy nincsenek, hogy nekünk a nyilvánosságra hozatal akkor is politikailag szükséges, ha nincsenek ott. Ha ott vannak, akkor meg egyértelműen, de ha nincsenek ott, akkor is. Személy szerint nem tartom valószínűnek, ugyanis arra semmiféle adat nincsen, hogy az állambiztonsági nyilvántartó a rendszerváltás előtti bármilyen évben az ő hálózati adatbázisát átadta volna bármilyen mértékben a szovjet résznek. Ott rendkívül szigorú konspiráció volt. Én ebben nem hiszek, de hangsúlyoznám, tök mindegy, hogy Moszkvában van ez az anyag, vagy nincs. Önmagában az a félelem, hogy Moszkvában lehet, és egyébként indokolná, hogy nyilvánosságra hozzák, szerintem nincs ott, úgyhogy ennyit tudok erről mondani. Itt volt a személy. Én is nem hasonló kérdeztem volna, hogy jelenleg orosz politika kezére lehet ez egy fegyver, hogy annak nála érzékenyek, mert azért azt nehéz elképzelni, hogy itt áll a második a szovjet hadsereg Magyarországon ugye hosszú évtizedeken keresztül, és nem kapnak semmi információt a kommunista államvédelemtől, mondjuk ki a veszélyes elemekről. Hogy a veszélyes elemekről kaptak? Volt is egy központi adatbázis, az a SOUD rendszer, amiben betápláltak összesen 162 ezer nevet a Varsói szerződésemből, akik a legveszélyesebbek voltak. De az ügynök, tehát az ügynök lista, az ugye a koronaékszer minden rendőrség számára. A szakmai féltékenység miatt még egymásnak se adják ki, tehát mondjuk a MNVK2, a Magyar Katonai Hírszerzés, a saját ügynökeinek a nevét nem adta ki a 3x3-as csoportfőnökségnek is fordítva. Külön nyilvántartást üzemeltetett az MNVK2. Eleve az Állambiztonsági Nyilvántartó Központ az nem a 3x3 alatt volt, és nem is a 3-as főcsoportfőnökségnél volt, ha jól emlékszem, hogy külön szervezeti egység volt ezeken kívül. Erre nagyon kínosan ügyeltek, és ahol a leginkább ez felmerül, ott a hírszerzés, már a hírszerzés esetében ott van, tehát az, hogy most mondok egy például, hogy melyik katolikus pap, melyik faluba be van szervezve ez a KGB-t, miért érdekelte volna? Ez egy teljesen irreleváns történet. Az már érdekesebb, mondjuk, hogy a KGB tudja, hogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban milyen magyar hálózati személyek vannak, amikor rálátnak az USA atomprogramjára. Ilyen szempontból a szovjetek próbálták megtudni, amennyire csak lehet ezt, sőt, nagyon sokszor a magyar és a szovjet fél közösen vezette ezeket az ügynököket, mert nagyon nehéz volt az operatív helyzet. Tehát a hírszerzés ügynökeinek egy részét a szovjet fél úgymond szervezetszerűen ismerte, de csak egy részét. És a konspiráció olyan nagy volt, hogy az egyes osztályok ügynökeit se ismerték föltétlenül a másik osztálynál. Tehát ez nem, azt ne higgyük, hogy annyira szolgalelkűek lettek volna ezek a belügyesek, hogy maguktól mindent átadnak a szovjet elvtársaknak. Ennek egyrészt nincs nyoma, másrészt minden forrás, amit erről eddig láttam, ennek gyökeresen ellentmond. És akkor most ott volt egy utolsó kérdés, de legyen még egy, de az a bezárt. Szerintem viszonylag egyszerű kérdésem van. Elhangzott, hogy elvárás volt a rendszer részéről, a
70-es, 80-as évek, vagy hazafias alapon szervez évek a társadalmi megnézeteket. Az én kérdésem az, hogy ugye teljesen egyértelmű, hogy azt írták rá, hogy hazafias alapon szervezte be, de jó expresszióval szervezte be a tartunk vissza az ügynökét. Operatív szempontból mennyire tekintetlenek relevánsnak ezek az információk, amik egy ilyen kapcsolatból származnak? Már ami a zsarolt kapcsolat. Igen. Na, pont ez a lényeg. Nagyon jó kérdést tett fel, hogy egy olyan emberrel együtt dolgozni, aki folyamatosan egy megfémlített állapotban van, és nem belső szükségszerűségnek tekinti az együttműködést, rossz. És ezért a Popper Péter volt egyébként az egyik pszichiáter vagy pszichológus, aki képezte ezeket a belügyeseket. Ezek nem voltak teljesen hülyék. És az nevelési feladat is volt, hogy az, akivel együtt dolgoznak, azt magát is belsőleg át kell állítani arra, hogy előbb-utóbb ezt önként csinálja. És ezért az, hogy hogyan közelítik őt meg, milyen feladat adnak neki. De ezt nem úgy képzeljük el az ügynök történeteket, hogy ott van valaki, megzsarolják, jelentened kell a feleségedről, vagy meghalsz. Ez nem így ment, hanem oda mentek hozzá, tudták mondjuk azt, hogy az illető egyébként mondjuk utálja a zsidókat, és akkor azt mondják, hogy tudjuk, hogy egy tisztességes ember, de hát vannak itt ezek a új magyarok, akiknek még nem Duna-Tisza-vízzel keresztelték, és akik minden, ahol benyomulnak leginkább a médiában, hát ezekkel azért mégiscsak csinálni kéne valamit, és sokkal több ellenséges megnyilvánulás van az ő részükről, nem gondolja ön is így? És hát nyilván akkor az illető bajjal kenegetik, és megvan a közös alap, és ugye minden ilyen beszervezést egy feldolgozó munka előzi meg, tehát akkor környezettanulmány van, figyelés van, adott esetben lehallgatják előtte a telefonját, nem úgy megy, hogy az utcán hozzá mennek, és akkor elviszi az autó, hogy beszervezzék, hanem ki kell találni, hogy mik a gyengéi, hol lehet megfogni, és ha nem sikerül ezt a bizalmi viszonyt létrehozni, hanem az illető állandóan egy folyamatos ilyen megrettentség és nyomás gyakorlás alatt van, akkor annyira szar munkát fog végezni, hogy előbb-utóbb ki kell zárni. Én nagyon sok ilyen esettel találkoztam, mert rossz lesz a munka. Mint hogy a Nagy Imre, pont ez az eset volt, tehát abból a kevésből, amit a Nagy Imréről tudunk, azért önök talán a többségük látott néhány felvételt erről az emberről, hogy nézett ki a kis bajszával, meg a szemüvegével. Ez nem egy rákosi, tehát egy teljesen más emberi habitus, akkor is, hogyha mindketten kommunisták. Az egyik ember az a Varsói Szerződés legnagyobb feljelentője volt, a másik meg egy ilyen tulajdonképpen agrártudós, aki belekerült ebbe az egészbe. Úgyhogy erről ennyit tudok mondani. És akkor most jön az utolsó, még igen. Volt egy, azt már... Én volnék azért a szóvérzet folyással szeretnék egy kérdést feltenni. Az egyik olvasmányokban szerepelt, hogy a katonai hírszerzésnél meg egészen 1989-ig minden folyosoló, hogy osztrák szinten a szóvér összekötő vagy tanácsadó, akit mindig kellett tájékoztatni az éppen folyamatban a ügyekről. A kérdésem az, hogy ugyanez vonatkozott a belügyi szervezetünkre is. Elvileg a belügyben mindegyik csoportfőnökségen voltak tanácsadók a rendszerváltásig, de ezek száma változott, a belső állításnál építették le a leghamarabb, nem is tudom, hogy a végén egyáltalán volt-e külön vagy sem. A kémelhárításnál és a hírszerzésnél végig volt, ezt részben a közös ügyek is indokolták, viszont a magyar fél ezeket a tanácsadókat azért korlátozta, tehát ha önök dolgoztak már egy ilyen hierarchikus szervezetbe, akár multinál is, a különböző osztályok vannak, akik egymással furakodni tudnak és keresztbe tudnak tenni egymásnak, biztosíthatom önöket, hogy ez a rendvédelmi szerveknél még sokkal jobban így van. Ott még sokkal jobban kiskakakosok és szemétdombok vannak,
és egy olyan elképesztő bürokrata túltengés, ami néha inkább azt a képet kelti, mint hogyha ezek egymással háborúznának a legtöbben. Ebből adódóan a szovjet tanácsadók azért nem istenként ültek ott a magyar belügyminisztérium osztályaiba. Ki voltak szolgáltatva annak, hogy mit kapnak. Kaptak információt, de hogy miből, mikor, mennyit, ezt nagyon nehéz megítélni, az biztos, hogy nem minden. Jó, akkor köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat, illetve...